szín elé. Testben ugyan távol egymástól, de lélekben közel te hozzád, és így egymáshoz is közeledve kívánunk magasztalni és dicsőíteni téged, örökkévaló Isten, nagy király, ura ennek a világnak, ura a történelemnek, ura az embernek, a mi életünknek, egészségünknek, betegségünknek. Íme jövünk eléd azokért könyörögve, akiknek testi vagy lelki gyengeségük, betegségük van, hogy meglátogasd őket és gyógyulást nyerjenek tőled. Jövünk hozzád, hogy a próbában levőket erősítsed meg az ő próbájukban, a félelmetes szívveket bátorítsad, az elesetteket felemeld. Köszönjük, Urunk, hogy ma még itt béke van, hogy nyugodtan összegyűlhetünk, hogy nyugodtan megnyithatjuk a Bibliát, hogy nyugodtan hirdethetjük bátran és örömmel a te igazságodat. Legyen hát ezért is áldott a te neved, aki úgy szeretted ezt a világot, hogy fiadat, a te egyszülöttedet adtad, hogy higgyünk ő benne, és aki hisz ő benne, az az örök élet drága ajándékát kapja majd. Hálát adunk ezért az ígéretért, és kívánjuk megkapni ezt a drága ajándékot, fiad az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves nézők és kedves hallgatók, drága testvéreim, a mai nap egy téma, amit talán még folytatni fogunk, a téma így foglalható össze, Isten újja. Jézus említette ezt, amikor őt vádolták, hogy ördögi erővel űzi ki az ördögöket, hát ez nonsens és illogikus dolog. Isten újját emlegeti tehát ott Jézus, én pedig most a délelőtt és ebben a délutáni igehirdetésben Isten újját úgy szeretném bemutatni, mint ami egy emberi kéz, amit egy emberi kéz valósít meg, vagy tesz láthatóvá. Így hát hallani fogunk rövidesen egy olyan történetet, amely Dániel könyvében van megírva, sokan ismerik ezt a történetet, de ma szeretnénk mögé nézni, és szeretnénk megérteni, mit jelent az, amikor Isten újja ír az ember szívére. Az ige, amelyet fel fogok olvasni, Dániel könyvének 5. fejezetében található. Az első 7 verset, majd pedig a 25-től a fejezet végéig fogom olvasni az igét.
Belsatszár király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének, és az 1000 emberrel együtt itta a bort. A bor hatására megparancsolta Belsatszár, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüstedényeket, amelyeket apja Nebukadnezár hozott el a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Elő is hozták az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hoztak el, és a király azokból ivott főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, brézből, vasból, fából és kőből csinált isteneket. Egyszerre csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára, a lámpatartóval szemben, a király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, meggörnyedt a háta, és még a térdei is reszkedtek. A király hangosan kiáltozni kezdett, hogy vezessék eléje a varázslókat, a csillagjósokat és a jövendőmondókat. Azután így szólt a király a babiloni bölcsekhez, bárki is legyen az, aki elolvassa ezt az írást, és meg tudja nekem magyarázni, azt bíborba öltözhet, aranyláncot kap a nyakára, és rang szerint harmadik lesz az országon. Miután megjelenik Dániel, az iménti bölcsek tehetetlensége miatt, ezt olvassuk. Az írás, amely oda van írva, így hangzik. Menné, menné, te kell, parszi. A szavak magyarázata pedig ez. A menné azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat, és véget vett annak. A te kell azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált. A perész azt jelenti, hogy felosztotta a királyságodat, és a médeknek, meg a perzsáknak adta. Akkor Belsatszár parancsára Dániel bíborba öltöztették, nyakára aranyláncot tettek, és kihirdették, hogy rang szerint ő a harmadik az országban. Még azon az éjszakán megölték Belsatszárt, a káldeusok királyát. Thank you.
Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, az imént hallott történetet 5 kiemelt szóval szeretném körülírni, szívetekre helyezni, és figyelmeztetésként útravalóul elküldeni veletek a hétköznapok forgatagába. Az első ilyen címszó a graffiti. A graffiti egy viszonylag új fogalom, néhány évtizede lett ismerté, nyugatról jött ez is, mint annyi minden. Valaki úgy írná le, hogy a graffiti egy bosszantó jelenség, tudnélik általában új épületek, közintézmények, vagy éppen templomok falát festik le szórópisztollyal bizonyos vásott lelkű személyek, fiatalok, általában az éj leple alatt, hogy ne lássák őket, hogy kit és kik tesznek kárt ezekben az épületekben, kik csúfítják el a szerintük igencsak szép képekkel, vagy néha olvashatatlan írásokkal az épületek falait. Amióta olcsó lett az ilyen festék, egyre többen kezdtek ezzel foglalkozni, bár manapság talán lealkonyodott ennek a különleges önkifejezési eszköznek az ideje. Némelyek művészeti ágnak találták a graffitit, egy újfajta képzőművészeti ágazat. Mások pedig úgy gondolták, hogy ezt meg kéne őrizni, örökíteni, és hogy elvegyék a szép, tiszta épületek összefestésétől a fiatalok kedvét, építettek graffiti falakat, gondos városatják, és ezekre a falakra megkérték, hogy fessenek. Aztán vannak olyan híres graffiti művészek, akiknek a művei pénzt érnek, és meg is próbálják menteni az utókor számára. Nos, a graffitit mindjárt ismerjük, írás a falon, olyan falon, ami általában tehát kívül van, utcáról, térről látható. Ma délután viszont egy olyan graffitiről szeretnék szólni, és most itt senki ne botránkozom meg a párhuzamon, hogy graffitit mondtam, egy olyan graffitiről szeretnék szólni, amely egy palota belső falán jelent meg, amelyet oda festettek belül egy palotának a szépen festett falára. Hogy ki festette, vagy ki írta azt oda? Annak ellenére, hogy a Biblia azt mondja, hogy egy emberi kéz jelent meg, és az írta fel a szöveget a falra, bátran merem állítani, hogy ezt Isten ujjának nevezhetjük. A szó inkább átvitt értelmében, hiszen Isten ujja az, ami rámutat, miképpen délelőtt Nátán prófétán keresztül, rámutatott Dávid bűnére, és ez az írás, az a kéz, amely felírta, bár emberkéz volt, isteni üzenetet hordozott, és megítélte ezúttal Belsatszár királyt. Ezért mondom, hogy az a kéz, bár emberi kéznek látszott, de Isten ujja volt. Isten mindentudó, mindent látó szeme most leírta azt, amit fontosnak tartott megüzenni Belsatszár királynak. A második címszó, a lakoma. A város már körül volt véve a méd-perzsa hadsereg katonáival. És mégis odabent féktelen és eszeveszett bulit tartottak. Mondhatnám, kitörés előtti palota buli. Vagyis másnapra tervezték kitörni a városból és megsemmisíteni a város körülvevő idegen hadsereget. A Biblia leírása szerint 1000 fő volt legalább meghívva erre a csodálatosan nagy búcsú bulira. A legfontosabb emberek, aki csak számított az országban, mind ott volt, feleségestül, másodfeleségestül, ágyasostul, mindenestül. Gondolj csak meg a helyzetet, a városfal előtt kint gyülekezik az ellenség, bent a városban pedig a király a palotának dísztermében hatalmas nagy búcsú ünnepséget tart. A búcsút gondolom, hogy úgy képzelt el, hogy innentől aztán leveri az ellenséges sereget, és talán ő lesz az, annak a másik országnak a királya. Ő lesz a perzsa és a méd király. A történetben azt is meglátjuk, hogy ez nem csak egy egyszerű fékeveszett buli volt. Itt sokkal több, fájdalmasabb dolgok történtek.
Itt szentség gyalázás történik. Azt olvassuk, hogy a bor hatására Belsazzár megparancsolta, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüst edényeket, amelyeket apja Nebukadnezár hozott el jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Elő is hozták az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hoztak el, és a király azokból ivott főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Tipikus hosszú bőlére eresztett szövegben benne van, kétszer is elmondja, hogy a jeruzsálemi templomból elhozott szent edények voltak azok, amelyeket itt most profanizáltak, megszentségtelenítettek, abból ittak a bort, abból dőzsöltek és részegettek le, és leírja megint csak a feleségek, meg az ágyasok. Szóval folytott minden, ami csak kellett, csak éppen erkölcs nem maradt. Az is kiderült a történetből, hogy a szentséggyalázás mellett Isten szent tárgyait megszentségtelenítették, ráadásul Isten magát is megvetve, bálványokat imádtak, hiszen azt olvassuk a negyedik versben, itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket. És ez még nem elég. Az önhitség is úrrá lett Belsazzár királyon, a 22. versben olvassuk Dániel értékítéletét, de te Belsazzár, aki Nabukodonozor fia vagy, nem aláztad meg magadat, vagyis önhitségében, gőgjében nem érezte azt, hogy ő csak egy király. És van egy királyok fölötti hatalom, egy birodalma fölötti hatalom, az Isten. Ez volt átalakom. A harmadik címszó a rettenet. Így olvasok az 5. versben. Egyszer csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára a lámpatartóval szemben. A király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. De nem csak nézte, hanem ezt olvasok. Közben a király arca elsápadt. Gyötrő gondolatai támadtak. Megörnyedt a háta, és még a térdei is reszketni kezdtek. Miért van ez a rettenetes félelem? Mitől reckedtek a térdei Belsazzár királynak? És már a történet nem írja, de meg vagyok győződve, hogy a meghívott 1000 fős vendégsereg nagy része, túlnyomó része, ha nem éppen az egész társaság hasonlóan élte meg ezt a jelenést. Egy kéz megjelenik és írni kezd a falon, szemben a lámpatartóval, tehát hogy jól látható legyen, olvasható legyen. Azonnal magyarázzák meg, rendel el a király, mert a félelmében nem tudta, mire vélni ezt az írás is, ha értette is talán a szavakat, de az üzenetüket nem tudta megfejteni. Úgy gondolom, hogy megérthetjük. Ez az Isten ujja, amikor megjelenik és értéket és ítéletet mond, és értékeli a dolgokat, a helyzetet, mindenkiben, aki Istentől távol van, félelmet gerjeszt. Minden ember, aki Isten nélkül él, reszket és remeg az Isten közelségétől, annak hallatára reszketni kezdenek a térdei, meggörnyed a háta, és habu szürkévé válik az arca, amikor Istenről és az ő megtapasztalható közelségéről hall, vagy éppen átéli azt. Van egy történetünk, nemrégiben hallhattuk, Jákobról van szó, aki elindult otthonról nagybátyához, lábához. És azt olvassuk Mózes első könyvben 29. fejezetében, 28. fejezetében, a 10. versben. Jákob elindult Bersebából, és Hárán felé tartott. Elért egy helyre, és ott töltötte az éjszakát, mert a nap lement. Fogott egyet az ott levő követ közel, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy lépcső állt a földön, amelynek teteje az égig ért. És Isten angyalai jártak azon fel és le, fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta. Én vagyok az Úr atyádnak, Ábrahámnak Istene és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Aztán Isten még szólt,
hallotta. A következmény ez volt. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt, milyen félelmetes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Jákobnak volt éppen elég dolog a lelkén, száradt a lelkén. Éppen az Istentől való talán legnagyobb távolságban volt, amikor megjelenik neki álmában az Isten, és ettől félelem száll Jákob szívére. Félni kezd az Isten jelenlététől, mert tudta, hogy dolgai rendezetlenek, akárcsak Belsazzár királyi. Az Isten ujja, ha megjelenik egy olyan embernek, aki közel van az Istenhez, aki kapcsolatban van az Istennel, akkor annak az embernek ez nem félelmet, hanem biztonságot ad, nyugalmat ad, békességet. Hadd idézem most Ábrahám történetét, akiről azt olvasom. Megjelent neki az Úr Mamré tölgyesében, amikor a déli hőség idején a sátor bejáratában üldögélt. Fölemelte tekintetét és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult és így szólt. Uram, ha elnyertem jó indulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hozatok egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat és dőljetek le a fa alá. Én meg hozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább, ha a szolgátok mellett mentek el. Érzitek ezt a különbséget? Nem tudom, hogy Ábrahám mit érzett abból, hogy, amit a Biblia azt mondja, hogy az Úr meglátogatta őt, hiszen ő három férfit látott. Mit érzett az ő jelenlétükből, de csöppet sem fél tőlük, nem retten meg tőlük, mert Ábrahámról azt mondhatjuk, hogy később majd Isten barátjának nevezte őt. Így van, Ábrahám Isten barátja volt, nem fél tőle. Gondoljuk el, hogy mi nem csak barátai vagyunk az Istennek, hanem gyermekeivé lehetünk Jézus Krisztus által. Micsoda kiváltság az, és micsoda öröm az ember számára, és az Isten újja bármilyen módon is jelenik meg, még ha ítéletet is ír az életünk falára. Tudjuk, hogy van menekvésünk Jézus Krisztusban, és nem félünk, hanem békességet találunk az Isten közelségében. Szóljon a negyedik címszó, az írástudók. A király tehát nagy hangon kiáltott, hozzák ide a csillagjósokat, az írástudókat, a jövendőmondókat, mindegyiket, aki csak elhívott, egyik sem ismerte az Istent, mert pogányok voltak és bálványimádók, és ezért nem is értették, amit az Isten üzent. Így olvasjuk. Most vezették elém a bölcseket és a varázslókat, hogy olvassák el ezt az írást és magyarázzák meg nekem, de ők nem tudták azt megmagyarázni, mondja a király Dánielnek. Tudjátok, mekkora igazság van ebben? Amikor nem a megértés vágyával olvasod Isten szavát, akkor nem érted meg, és nem hat rád. Sokszor mondtam, amikor csak kötelező penzumként, feladatként csapjuk fel a Bibliát, mert itt az ideje, mert kötelező. Nincs szellemi áthatottság, nincs vágy, nincs érdeklődés. Nulla. És nem fogjuk érteni, mit mond. Nem fogjuk érteni, nem fogjuk értékelni, nem fog érdekelni bennünket, hogyha Isten szavát úgy olvassuk, hogy nincs közünk hozzá, az Istenhez, az ő szavához, értéktelen lesz, időpocséklás lesz valóban. Dániel, mivel ő értette, mivel ő Isten közelségben élt, megértette ezt a szöveget. Dániel képességeit még a király is elismeri. Figyeljétek meg, milyen jó értékítéletet mond a király Dánielről. Te vagy az a Dániel, pont mint a délelőtt, te vagy az az ember, de egy más értelemben, te vagy az a Dániel, a zsidó foglyok egyike, akit apám a király hozott ide Júdából. Azt hallottam felőled, hogy isteni lélek, világos értelem és rendkívüli bölcsesség van benned. Hát nem semmi. Egy istenféli zsidótól ezt mondja, vagy róla ezt mondja a pogány király.
Nos, Dániel tehát Isten közelében volt. Dániel értette az Isten szavát, az üzenetét le tudta fordítani, tovább tudta adni, mert a szívében hordozta az Isten közelségét. De mielőtt megtenné ezt, érdekes megfigyelni, hogy Dániel tart egy bevezető, egy kommentárt fűz az események margójára. Nabukodonozort, a Belsacár ősét, tulajdonképpen nagyapját hívja, vagy említi meg, 22. verstől így olvasunk. Te Belsacár, aki a király fia vagy, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad, tudnélik, hogy mi történt Nabukodonozorral. A menny ura fölé helyezted magad, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból főrangú embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, részből, vasból, fából és a kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak és semmit sem tudnak. De az Istent, akinek a kezében van az életed és a sorsod, nem dicsőítetted. Hát nem kis bátorság volt ebben a Dánielben. A talán félig meddig részeg, pityókos, a félelemtől rettegő szívű királynak megmondani a szemében, hogy te nem voltál képes arra, hogy ezt az Isten dicsőítsed. Azokat a süket, vak és tehetetlen bálványokat, igen. De akitől az életed és a sorsod függ, azt nem dicsőítetted. És hadd mondjam el, hány Belsazár van a mai napig is? Hány Belsazár van még a keresztények között is? Akik nem dicsőítik az Istent, de dicsőítik a bálványokat, a modern kor bálványait, embereit, értékeit, és csodálkoznak, hogyha Isten ítélete van rajtuk, miként Belsazáron is. Ezt mondta tehát, és jogosan, Dániel. A bálványokat imádod, de az Isten nem dicsőített. És ez egy szörnyű bűn. Ez a bűn, amikor Istentől elszakad az ember, és nincs olyan nexusban, nincs olyan kapcsolatban vele, mint Dániel is volt, vagy Ábrahám is volt, vagy a többiek, a Biblia nagyjai, hogy megértsék, mit mond az Isten, mit üzen az Isten, és tovább is tudják adni. Na de ezután a lelki fröccs után Dániel, és ez az ötödik szavunk, megadja a magyarázatot is. A szövegnek, amit az isteni új emberi kéz formájában felírt a falra, ítélő üzenete van. Magyarázatát sokféleképpen értelmezik az emberek, kettőt alapvetőt szeretnénk most ismertetni veletek. A három szó mené, tekel és parszin mindegyike tulajdonképpen egyszerre egy súlyegységet, meg egy pénznemet is jelent. Az első, a mené, a nyelv alakulásával gondolom, hogy más értelemben a mína szónak a megfelelője. A mínákról olvashatunk Jézus egyik példázatában, máshol gíráknak olvasunk, vagy úgy van megnevezve. A mína tehát egy körülbelül 1 kg súlyú mértékegység volt, egyben pénz is. A nagy súlyából vélhetően tudhatjuk, hogy nagyon értékes volt. Volt ennél nagyobb is a talentum, ami talán 40 kilót is nyomott. Tehát a mína még kezelhető volt, 1 kg súlyú érték, és ugyanakkor pénzt is jelentett a mína, így most már értjük. A tekél, a második szó, megint csak hangzás átvetéssel a sekel szóban lesz ismerős számunkra, a sékel vagy sekel, ami mai napig is Izrael pénzneme, hivatalos pénzneme. A sekel viszont, mint súlyegység, csak 2 dekát jelentett, vagyis 50-szer kevesebbet, mint a mína. Ez is volt súly és pénzegység. Végül ott van a harmadik szó, a parszin, ami a peresz szóból származik, ez pedig mindössze 1 dekát jelentett, és pénz értékben is kevesebbet, mint az előző 2. 1 dek az azt jelenti, hogy 100 része volt a minának. Tehát egy erőteljes csökkenő tendenciát látunk a szavak szó szerinti értelmezésében is. Ez a csökkenés tulajdonképpen, ez a csökkenő tendencia a birodalmak sorsának leképezése 3 szóban. Mert minden birodalomnak ez a sorsa. Megjelennek, hatalmassá nőnek, elfogynak és eltűnnek. Erről Dániel nagyon sokat tudna beszélni, hiszen ő volt az, aki látta a
szobrot, amely összetört. Szóval a birodalmak jönnek, vannak és mennek. Akár a salamoni, hiszen Salamon idejében volt Egyiptom Izrael a legnagyobb, Egyiptom folyójától az Eufráteszig tartott. Aztán volt a Nagy Sándor birodalma, még nagyobb volt, és elmúlt, és elpusztult. A római birodalmat ismerjük jól, ami a bibliai idők, az újszövetségi időknek idején lett, volt a legnagyobb, aztán még 400 évig létezett és elpusztult. A brit birodalom, amely hatalmas kiterjedésű volt, a brit korona alá tartozott Kanada és Ausztrália, ma már egyféle függetlenségük van. Aztán a frank birodalom Nagy Károly idejében, ami talán Spanyolország és Portugália kivételével egész Európát bekebelezte, vagy egy nagy hatalmas birodalommá tette. És még említhetném azt is, főleg az elmúlására vonatkozóan az úgynevezett harmadik birodalmat, amely Hitler megálmodott jövőképe volt, amely hamar véget is ért. És számtalan ilyen birodalmat mondhatnék a történelemből, amely jött, volt és elmúlt, megszűnt. Tehát itt érdekel minket a birodalom, mondhatnánk némelyek is joggal. De igazából itt nem másról van szó, leegyszerűsítve a képet, a történelmi tablót, birodalmak sorsát, az emberi sorsokra, mert ez az embereknek is a sorsa. Hatalmuk van ideig, óráig, Istentől kapják ezt, lehet élni vele, és lehet visszaélni ezzel a hatalommal, és aztán eljön az idő, amikor le kell tenni, akár jól használta, akár rosszul, mert porból vétettél és porrá leszel. Tehát ugyanúgy van az ember életének, sorsának a görbéje, mint a birodalmaké, jön, kap valamit, jól használja vagy sem, aztán elmúlik, megszűnik. Ezt tudnunk kell. Van egy ilyen visszafelé csökkenő erő az ember életében is. Nabukodonozort, a nagy királyt, akit a Biblia sokszor megemlít, még sékelnek, százszoros hatalommal bírónak mondja. Nabonid, az ő fia, akit nem említ most a Biblia, de tudjuk a történelemből, ő csak egy sékelnyi, ötvenednyi rész volt, még Belsazar, a király, akiről ma itt szó van, csak század annyit ér, mint nagyapja valamikor, ő mindössze egy peresz volt. A latinok szokták volt mondani annak idején, sic transit gloria mundi, vagyis így múlik el a világ dicsősége, így múlik el a birodalma dicsősége, és így múlik el mindnyájunk dicsősége. Mindnyájunk hírneve, mindnyájunk gazdagsága, értékeink, minden elmúlik, mindent itt hagyunk. Aki nagyobb hatalmat kíván magának, mint amit Isten akart neki adni, az el fog bukni. És ez nem csak a politikában igaz, hanem a mindennapi életben is. Aki többet akar, vagy többnek akar látszani, mint ami ő valójában, aki fennhordja az órát, és gőgösen lenézi az atyafiát, az el fog bukni, mert Isten nem engedi, hogy ez így folyjon. Az írásnak, amit most elmondtam, vagyis elmagyaráztam, van egy értelmező magyarázata is, tehát nem csak szó szerinti. Nézzük meg még ezt is. Az első szó, a mené, így értelmezhető, megszámláltattál és a végére értél. Más szóval Isten számba vette a te országlásodat, sorba vette, és véget is fog vetni annak. Belsazár nem csak az embereknél vélte magát többnek, azt olvassuk a 23. versben, a menny ura fölé helyezted magadat. A menny ura fölé helyezted magadat. Hát talán ideig nem jutunk el. De szeretünk a másiknál nagyobbnak látszani. Nagyobbnak mutatni magunkat. A Biblia legnehezebb, talán egyik legnehezebb feladata. Magunkat vagy másokat magunknál különben tartani. És joggal mondja ezt Pál apostol, mert alapesetben mi mindig szeretünk többnek látszani, mint amik vagyunk, és többnek tartani magunkat, mint a többieket, a másokat, az egyebeket, a futottak mi kategóriát. Számba kell vegyük, vagy tudomásul kell vegyük, hogy Isten számba veszi nem csak Belsazár országlását, hanem a mi életünket is.
A történetben már említettem. Belsazár dicsőítette a pogány barványokat, de nem dicsőítette az Istent. Augustinus mondta az egyházatja, hogy amit szeretsz, amit imádsz, ami fontos számodra, az adja meg a súlyodat, vagyis az értékedet. És amikor számlálásra kerül majd a sor, akkor majd számot kell adnunk arról, hogy ki volt számunkra fontos az életünkben. Mi önmagunk, vagy tudtunk más magunknál fontosabbnak tartani, magasabbra emelni? Netán éppen Isten maga volt a csúcsa a mi életünknek. Jobbról pedig azt olvassuk. Kiszállhatna szemben mindenhatóval. A halandók napjai meg vannak számlálva. Nem mehetünk szembe Isten akaratával. Meg vannak számlálva a napjaink. Isten számol is tartja ezeket a napokat. És tudjátok, Nabukodonozor minden gyengesége és emberi hibája mellett eljutott egy nagyon érdekes szintre. Erről olvashatunk Dániel elmondásában. A felséges Isten királyi uralmat, nagyságot, méltóságot és dicsőséget adott apádnak, Nebukadnezárnak. Olyan nagy hatalmat adott neki, hogy remegtek és rettegtek tőle a különböző nyelvű népek és nemzetek. Megölte, akit akart, és életbe hagyta, akit akart. Fölemelte, akit akart, és megalázta, akit akart. De amikor a szíve fölbúvalkodott, és gőgösen megkeményedett, letaszították királyi trónjáról, és méltóságát elvették tőle. Száműzték az emberek közül, és csak annyi értelme maradt, mint az állatoknak. A vadszamarak között tanyázott, füvet evett, mint az ökrök, és az égharmatja áztatta testét, míg el nem ismerte, hogy az emberek királyságán a felséges Isten uralkodik, és ő azt ülteti trónra, akit akar. Hát erről van szó. Nem vagyunk többek, és nem lehetünk többek, mint ahogy Nabukodonozor is azt hitte magára, hogy ő aztán az igazi, hatalmas birodalma van. De Isten megalázta, és meg tudja alázni azt, aki nem birodalmakban, csak a maga kis élete birodalmában gondolkodik. De nagy vagyok én, de nagyon nagy vagyok én, de kicsik a többiek. Mert Isten meg tudja alázni. Kivettetik az emberek közül. Mindaddig, és itt van az ítéletben a kegyelem, amíg rá nem jön és el nem ismeri, hogy az Isten fölötte van. A királyoknak, a birodalmoknak, meg a közembereknek is. Megszámláltattál és a végére értél, szól tehát az első ítélő szó, a második, a tékel pedig azt mondja, megmérettettél a mérlegen és hiával találtattál. A mené, így van a szövegben, kétszer is megszámláltattál, mondhatnám bizonyosságból, hogy nehogy eltévesszük. Olyan ez, amikor a piacon valaki vásárolni akar és úgy érzi, hogy egy picikét, talán mintha csalna az a mérleg, mert az a zacskó, mondjuk piros paprika, nagyon kicsike, és mégis egy kilónyom. Nos, ha nézzük meg a másik kofánál, átviszük és ott is megmérjük, és összevetjük a két mérleget, nehogy tévedjünk már. Vagy nehogy a kofa tévedjen. Így tett Isten is, kétszer megszámlálta, kétszer megmérte Belsazár életét. Emberi vágyaidat, terveidet, akarásodat, ami nincs egyensúlyban az Isten szavával, mind megméri az Isten, és mindig hiával fog találtatni. És itt ismétlem meg még egyszer Augustinus szavait. Akit szeretsz, akit imádsz, aki fontos számodra, az adja meg a te súlyodat, mondanám így inkább, értékedet Isten előtt. És végül elosztatott a te országod. Van itt egy, meg sokszor a Bibliában egy teológiai szakszóval úgynevezett passivum divinum, vagyis egy olyan formája az isteni cselekedetnek, amely nem szólítja, vagy nem nevezi meg az Isten, de érzékeltetni hagyja, hogy mögötte az Isten cselekedet. Itt is elosztatott a te országod, nem más királyok osztották el, Isten döntött úgy, hogy megszűnik a kárnyosok birodalma. Jézus így tanított, akinek van, annak adatik, akinek nincs, annak az is elvétetik, amilyen van.
Belsazárnak volt egy birodalma, és lehetett volna nagyobb az a birodalom. De mert nem volt méltó rá, amilyen volt, az is elvétetett tőle. De nekünk nem birodalmakról szólt Jézus, hanem a mi örök életünkről, ami van, az még inkább a miénk lehet, és hogyha nem érdekel, akkor elveszíthetjük. A hitünkről beszél, ami ha van, megnövekedhet, de hogyha nincs, vagy nem érdekel minket, megszűnik és megkérkesedik a szívünk, mint egykor a fáraónak, és nem fog érdekelni minket az Isten dolga, és Isten sem fog érdekelni a mi életünk és sorsunk. A király nem értette meg, hogy neki változnia kell. A király azt hitte, hogy minden úgy lesz, mint ahogy eddig volt. Dániel megmondta, lefordította, vagy megmagyarázta az isteni ítéletet, az Isten ujjával írt szöveget. Mené, mené, tekel párszín. És a király utána tudjátok, mit csinált? Ígéretéhez híven, Dániel bíborba öltöztették, nyakába aranyláncot tettek, és kihirdették, hogy rang szerint ő a harmadik az országban. És itt jön egy olyan csavar, egy olyan, bocsánat, azt mondom, hogy poén. Egy szomorú, egy drámai poén, amiben lezárul ez a fejezet. Még azon az éjszakán megölték Belsazárt, a káldeusok királyát. Aki azt hitte, hogy most Dávidot, Dánielt a harmadik emberre teszi a birodalomban, és az ő birodalma virágozni fog, de nem, másnapra már ő maga is meghalt, és a birodalma felosztatott valóban. A méd és perzsa Círus vitte ezt el. Igen. Ezért kell nagyon figyelnünk arra, hogy mit ír Isten a szívünkbe, a szívünk palotájába, ahogy tetszik. Mit ír Isten újja neked? Mit üzen? Megmérettettél? Megszámláltattál? Nincsenek jól a dolgaid? Rendben vagy? Dicséretre méltó vagy? Figyelj, hogy mit ír Isten a szívedbe. Meg kell értened az írás nyomán, mi az, amit tenned kell. Helyreállni az életednek, megosztani a hitedet, megerősödni a te hitedben, majd magasztalni tovább az Istent bőségesen, hálás szívvel, mint ahogy eddig tetted. Mondtam már is ezzel zárom gondolataimat, az ítéletben mindig belefoglaltatik a kegyelem. Mert amikor Isten ítél, nem öncélon teszi ezt, hanem azért, hogy felébresszen, azért, hogy, hogy megváltozásra készítessen. Azért, hogy az ő kezébe vehesse a te életedet. Isten újja rámutatott Dávidra, az ő bűneire, és Dávid megtért. Isten újja rámutatott Belsazárra, és Belsazár nem tért meg. A lehetőségek mindkét irányban adottak. Válaszát jól, kedves hallgató, kedves néző, és legyen a te életed teljes mértékben az Isten kezében megnyugvást találó életté. Amen.
intő szavaidért adunk hálát Istenünk, aki szeretsz, aki megőrzöl, aki megtartasz, aki felemelsz, aki megalázol. Köszönjük a bibliai példákat, eseteket, amelyekből tanulnunk lehet és kell. Segítsél hát tisztán látni és jól érteni, mit üzensz nekünk, mit írsz szívünk falára, mi az, amiből meg akarsz gyógyítani, mi az az irány, amerre irányítani akarsz bennünket. És ezt megértettük, hiszem, hogy életünk teljessé lesz, boldogságunk tökéletessé. Mert tőled kaptuk, és mert örök értékeket kapunk tőled. Mindig. Ezért álljuk és magasztaljuk, ezért dicsőítjük és szenteljük a te nevedet, Urunk Istenünk.